Vagy mit kell csinálni az elisért? Na most még azt előről akarom mondani, hogy nehogy azt hidd, hogy a spanyolok profik többet edzenek, mint a magyarok. Nem. Ott a mérkőzésen, ha kiajtod magad, mert tényleg futni kell, az a legjobb edzés. Mert nagyon sok meccset játszanak, ők hétköznap is játszanak, ugye, kupameccs, minden. Tehát az már megvan az edzés, a kondi. Ott már hétközben csak regenerálni és gyakorolni kell egy-két finom dolgot. Na most, hogy amit mondasz, hogy kimarad. És ott vagyok, és sok edzésen nem látom semmi különöset, hogy csináltak volna olyan dolgot. Passzolás, páros, egy labdával, technikai, gyakorlás, rövid, lapos labda, átvétele, minden, kapurolugások voltak, minden. Szóval kimarad, nézem, a Hugo Sánchez kimarad egyedül is, csinálja a felül. A Schuster szabadrugásokat gyakorol egyedül. Tehát ilyen dolgok vannak. Szóval... Már majdnem elmondtad, mi a különbség, mondjuk, mert a Spanyolországról beszélünk, a spanyol és a magyar mentalitás között. Mondd el nekem azt, hogy ma itt Magyarországon, akár a szövetségben, vagy akár a labdarúgó kluboknál, fontos az a vélemény, kikérik a véleményedet? Hát nézd, ott vagyok az MLS-ben, nézd, meg kell érteni, hogy 70 éves vagyok, és jönnek a fiatalok. Hát én azért ismerek egy olyat, hogy Sir Alex Ferguson. Igen, hát jó, kivételek vannak, egy-egy kivétel azért van, akik idősebb korban, de nem jellemző. Tehát, és ezt meg is lehet érteni, jönnek a fiatalok, jöjjenek. Én általában az edzőkkel, akikkel találkozok, hát, és fiatalabbak jóval, akik kezdik a szakmát, vagy ott a válogatottnál is különböző, ugye válogatottak vannak 16 évesek, 18, 19, 20, 21. Ezt szívesen felajánlok egy-két dolgot, mert nekem ugye én följegyeztem sok minden dolgot. Egy Menotitó például nagyon sokat láttam, a Terry Venám lesz angoltól, nagyon sok támadó taktika, főleg engem a támadó taktika érdekel, és amit mi is annak idején a Barótinál csináltunk, az a helycserés támadások, a mögékerülés, a kényszerítők, a háromszögelés, a lövőcser, ez ma is gyorsabb, de ugyanazt kell csinálni ma is. Ezen belül van, hogy a játékosok, akik jó játékosok improvizálnak, és van neki tudása a futballhoz, érzéke, hogy abban a pillanatban, amikor két védővel vagyok szemben, vagy három, hogy mit döntök. Mert ugye nem tudok kiszólni a mester, mit csinálják, lőjek, cselezzek, vagy menjek át a hasán, vagy mit tudom én. Tehát nekem azért játszok az Újpestbe. Mert ha nem, akkor egy blasz bajnokságban játszok, vagy nem tudom, hol játszok, érted? Nem akarok lenézni. Vagy tudok, akkor játszok a Újpestbe, bajnok vagyok, gólkirály vagyok, válogatóban játszok, vagy Real Madridban játszik, aki játszik. Azért játszik, mert tud valami plusz, nem az edző tanít mindent, hát az nem úgy van. Cristiano Ronaldo nehogy azt hitt, hogy a Mourinho mondja a taktikát, annak nem is kell mondani semmit. Hát annak bizonyítani kell, ezt tud, meg vagy a Messinek. Hát amiket csinálnak, azt nem az edző, meg nem a taktika. Jó, a drága születésnapos, ezek azért a Messi, meg ez egy másik kérdés. Készülök könyvet írni, nem magamról. Nekem annyi témámban, a profi mentalitásról szerettem volna írni már évek óta, csak ugye nem olyan egyszerű egy könyvet azért, ugye sok minden kell hozzá. De úgy érzem, és én amikor elmondanám ezeket, amiről egy kicsiben beszélünk a profi mentalitásról, akkor oda tudok menni egy Casillashoz, oda tudok menni a spanyol elnökhöz, oda tudok menni az Iniestához, de még a Messihöz is, vagy a Cristiano Ronaldohoz is, hogy mondja el, nem egyszerű, de csak két kérdésben, mivel pozitív dolgot kérek, talán nyilatkozna is rá, hogy nekünk a magyaroknak, hogy mondja el, hogy ki az igazi profi, és mit kell annak érdekében megtenni. Ez zseniális, ez nagyon jó. Persze. Ha a könyvben valami segítség kell, akkor természetesen most felajánljuk, tervezem már a segítséget. Megszólaltatni olyan embereket, akiknek higgyék el, ne nekem, én, azt is hadd mondjam el már, mert nem tudom, ha befér a műsorodba. Befér, bőven. Én, amikor kikerültem, hogy amatőr voltam. Amatőr fejjel legalábbis. Úgy érzem, hogy profi focista voltam, de mint edző, és mint játékos is, sok amatőrség volt a fejemben. Bármikor kijátszottunk Juventus ellen, Benfica, meg mit tudom én, azért láttuk, hogy mi a különbség, meg mi is tudnénk. De mikor kimentem a játékosoknak, és a Kubala Laci-nak sose felejtem el, azt mondja, Anti, ezeknek a játékosoknak nehogy azt mondd, hogy a meccsen, vagy az edzésen futni kell, meg hogy el kell fáradni. Hát vissza kellett tartanom a játékost az edzésen. Értelek. Szóval, hogy mondjam, nekem ez furcsa volt, vagy volt egy olyan esetem, hogy edzés közben megsérült az egyik játékosom, bokáj kifordult. Ilyen volt. Beszaladok az orvossal, nálam ez magyar mentalitással, egy hónap pihenés. Mondom a dokinak, spanyolul már jó beszéltem, ugye mondom neki, hogy ez doki, ezt nem tud játszani, vasárnap, szerda volt. A játékos fekszik, így fog... Mester! Szívinfarktus kerülgettem. Én nem tudok játszani ezzel? Dehogy nem. De, este nem kell edzenem. Doktor, mit csinálj? Borogassam. Amit mond, azt megcsinálom, én vasárnap játszani akarok. Hát hogy gondolja maga ját? Utólag jöttem rá a mentalitására, hogy ha beteszek mást helyette, az jó játszik, nem tud visszakerülni. Anti, annyi minden marad ebbe a beszélgetésbe, és remélem, hogy találkozunk néhány hónap, vagy néhány hét múlva a könyvre visszatérünk. Sponzor kell, tudod. Te tudod, aki, mert szerintem ez kapos lenne, mert olyan dolgokat tudnánk írni, ide figyelj. És. Hagy kérjek egy tanácsot, ha már újpesti televízióban vagyunk, és ha már az Újpest, hát ugye mégiscsak Újpest. Most van az Újpest FC. 2 mondat, 3 mondatot, légy szíves, üzenj ezeknek az aranylábúaknak, hogy tessék már valamit csinálni. Mit üzennél nekik így? Már az Újpestek? Így. Hát nézd, először is el kell mondanom neked, hogy minket nem rossz indulatban, és nem haragszol senkire. Nem a mostani vezetés, ez is, de korábbi, minket nem szeretnek itt. Te igen, például. És a közösség is nádába emlékeznek. Most már ugye 70 évesen, az 50 évesek még emlékeznek ránk. Igen. Akik akkor 18 évesek, fiatalok voltak kényménye. Kérlek szépen, én beszéltem a mostani vezetővel is, a Roderikkal kétszer is. Mivel újpesti érzelmi vagyok, itt voltam azért több mint 10 évet, és benne voltam szép sikerekbe, hál' Istennek, és nagyon számomra nagy öröm. És olyan tapasztalatom van kinn is, próbáltam, hogy egy klubnak a felépítése hogy működik. Tehát mindenhol vannak a klub érzelmű, aki ott nevelkedett. Kötődéssel bíró. Na jó mondod, igazi köt, majdnem, hogy a klubnak a szülöttje, ezt mondják Spanyolországban. És hogyha az akar segíteni, az nem szégyen, ha akar valaki segíteni, és semmiért. Hogyne, ezt érted? Érted? Hogy nem. És itt nem magamra gondolok, ugye van egy fazekasunk, Laci, aki mindig szeretett volna, egyedül azt szeretett volna, Újpestbe szeretett volna, egyik klubba sem ment volna el edzőnek, ide szeretett volna jönni. Én tartom, tegnap is beszéltem vele, hetenként beszélünk, együtt nyaralunk, tartom a kapcsolatot, jó haverok vagyunk továbbra is. Nagyon szerettem volna vele például együtt dolgozni egy újpesti. Nem most, most már később. Akkor. Szerintem sok mindent tudtunk volna, ugyan nem tudom, de úgy. Tehát hogy... akkor mondhatjuk azt, hogy hát szóval... üzenjük. Nem üzenünk, mert furcsa üzenni. Ez nem olyan egyszerű, csak hogy beszélek játékos, jó, más van minden. Tehát kell lenni, én nem tudom, az Újpest, az elnök mellett, a tulajdonos mellett vannak tanácsadók, akinek a véleményét lehet, hogy nem mondok jót, de egy-kettőt, és Újpest érzelmű edző, aki a közösség még úgy emlékszik, vagy valami, nem biztos, az a jó edző, vagyunk sokan, ha nem jön nekem, jön a másik, ha valamelyik csak jó. És én azt mondom, hogy ez a szakma, ezt a Kubala megint azt mondta, ez a szakma labdarúgói. Nem azért csak a labdarúgóban lesz jó edző, de ha megnézed Nyugat-Európában, kik az edzők, mind volt válogatott nagy játékosok, hogy jó, hogy a Mourinho nem az volt, meg a Ferguson sem, van egy-egy kivétel, tehát az rendben van. Na de az nem magyarázon a futballról, aki ezt nem űzte, még a könyvből meg is tanulta, tehát nem annyira hiteles. Ez, mondjuk a Mourinho mit mond a Cristiano Ronaldónak, hogy kös súlypont átvezés, vagy a cselt, a biciklicselt hogy csinálja, sehogy. Nem tudja, vagy a sarokkal berúgja a gólt, meg mit tudom én, meg a Messi, amiket csinál. Hát szóval ez nem olyan össze. Tehát kellenek lenni emberek, mint látod a Bayern Münchennél, a Real Madrid, a Butrageño, a Barça Zubizérrel, a Sportiga ott vannak. Itt most az Újpesti nem tudom, hogy ki van hirtelen, nem tudom, ugye nem is foglalkozok, és ritkán is járok bele. Hát aztán voltak más problémám, akit nem akarok mondani, hogy hát nem járunk ki a mérkőzésre. Ugye egy Göröcs Jancsit, azért annak idején szegény Bene Ferencnek, hát én azt mondom, hogy a Bene Ferencnek a VIP-be kellett volna csinálni, én elég kényelmesen ülök itt, de ettől még szélesebb, hogy is hívják, ott kellett volna csinálni a Bene Ferencnek, hiszen ha csak belegondolsz, hogy a marokkói 6 gól után 65 végén úgy hívtak meg bennünket Marokkóba, hogy meghívjuk Bene Ferencet és az Újpesti Dózsa labdarúgóit, $10,000, nagy pénz volt, és a király, a Marrakesbe játszottunk, a királyi rezidenciában Marokkóba. Na most egy ilyen embert volt, hogy ideütették, odaütették, meg ahogy itt befejezte pályafutásot, fél év után elküldték, hát egy ilyen ember megérdemelte volna azt, és még nem is volt, hogy hát adjunk egy részét másoknak, itt olyan idegenek voltak itt az elmúlt, most nem mostanról beszélek csak, hogy elmúlt olyan emberek voltak, akik nem tudom, hogy kerülhetett ide. De ez ne legyen a vége. Hagyjuk, ne ez legyen a vége, hanem az legyen a vége, drága. Hát szeretném. Hogy? Hát szeretném, hogyha újból egy bajnok esélyes csapat lenne itt Magyarországon sok újpesti játékossal, és nem csak külföldiekkel. A jó külföldiek azok lehetnek, 1, 2, 3, nem úgy, hogy 7 külföldi és 3 magyar, Én nekem ez az elgondolásom, ez kellene, Újpesten van közönség. Ha ott voltunk így az elején, hát ez a tömve volt, hát mi 20 000 ember előtt játszottunk, sőt a nemzetközi meccsen a salakon, kis padon, akkor mi megengedték, padon ültek, ugye most nem lehet megengedni, mert álltam esernyővel a tasbírót elkapnák biztos, vagy valami, ugye? És régen a mi időnkben a futballal foglalkoztak, tehát nem voltak ezek a balhék, voltak szórakozások, éneklések, egymás elleni cukolások, Fradi, Újpest vagy Vasas, MTK meg a vidékiek ellen, volt-e, de az, hogy szétszedni a stadion, meg de lehet, hogy azért, mert volt futball. És visszatérve, ugye, hát mikor most láttam az Újpest-Fradi mérkőzést, és nagyon jó, iramos volt minden, ami egy alapkövetelmény, de egy kicsit a futball, tehát azok a futballt hiányoltam azért, szépek voltak a gólok, minden, hát nem annyira volt szép a Fradinak a gólja, de hát azért berúgták, hogy is hívják, meg ugye üres kapuba is voltak hiányosok, de annak idején Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi ellen, egy Fazekas, Görös, Bene, Dunai, Zámbó, ott a futballal foglalkoztak, mert volt mit látni, és nem kellett olyan más dolgokkal. Hát drága Antti, legyen ez a vége, hogy ugye az ötös fogat és az Újpest, és a másik ötös fogat és a Ferencváros, legyen, kívánom neked, hogy nagyon-nagyon rövid idő múlva lássunk ilyen mérkőzéseket. Reméljük, hogy megfogadják a tanácsaidat, és reméljük, hogy eljön az az idő, amikor nagyon szívesen és ismételten kijössz a Megyeri útra, és együtt szurkolunk az újpesti fiúknak. Még mielőtt elfelejtem, ismételten nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. És természetesen gratulálunk a fantasztikus kitüntetéshez. Köszönöm, és befejezésképp még azt szeretném mondani, az újpesti szurkolóknak kívánom azt, hogy legyen ezeknek a fiataloknak, akik ugye nem láttak bennünket, és hogyha az öregeket meghallgatják, hogy milyen élmény, hogy olyan élményekben volt részük, hogy még ki se jöttünk a pályáról, is már gól volt, ugye? Volt olyan edző az ellenfél, aki mielőtt a kispadhoz ért, már 2-0 volt az eredmény. Úgyhogy legyen nekik olyan játék, és olyan csapat legyen, a bajnokesély csapat, legyen jó nemzetközi mérkőzések, biztos vagyok, hogy teltház lenne ez a kis gyönyörű kis stadion, ami van most Újpesten, és ez a közösség ugye többet érdemel. Legyen így, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Hajrá! Újpest! Újpest. Így van.